Neked mi a stratégiád? Sziasztok, Szűcs Tamás vagyok, az üzleti gondolkodó. Klubon belül több újabb tag van, aki időnként egy-egy dologban nem tudja, hogy merre haladjon tovább. Bérbeadásba, felújításba, eladásba, vagy éppen hova. Tehát nagyjából tudja, hogy mit szeretne, de nem tudja, hogy hova akar eljutni. És akkor mindig az első kérdésem az, hogy mi a stratégiád? Mi az a végpont, ahova el akarsz jutni? Nem az álmod, nem a végső célod, hanem az adott lépésben el akarsz jutni. Tehát odaépíts be azt a stratégiai elemet, amivel most, tehát onnan kéne megkeresned azt a stratégiai elemet, amivel most kéne harcolnod. Tehát ki is fejtsem, hogy értsétek. Vannak olyan ismeretségünk körben olyan emberkék, akinek van némi alapvagyona, és akkor ugye gondolkodik, hogy hova fektesse be, ingatlanba, tőzsdére, coinokba, ide-oda-amoda, és hogy melyikkel járna jobban. Mondom, rendben van, valójában mindegyikkel jól tudsz járni, egy, ha okosan csinálod. Nyilván a tőzsdei bukások, a tőzsdei lejtmenetek sem tartanak örökké, hogyha te abból akarsz. Tehát a tőzsde eddig az elmúlt, ugye mindig csak a múltat tudom mondani, és hozzátenem, hogy ez ugye nem befektetési videó, nem tanácsadás, hanem az én saját véleményem. Tehát a tőzsde hosszú távon és visszanézve bármikor mindig felfelé, tehát pozitív irányba haladt. Ha jól emlékszem, tehát ilyen idősávokat nézve, ha jól emlékszem, valami olyasmit olvastam, bár lehet, hogy ezt most nem kellett idehozni, hogy a 30-as évektől napjainkig, ha beraktál volna 100 dollárnyi pénzt a tőzsdére, és azt ott hagyod, és nem nyúlsz hozzá, hogy akkor az inflációt megverő összeget kapnál most. Nyilván vannak cégek, akik vannak, még a tőzsdén vannak, akik már nincsenek a tőzsdén, megbuktak, elbuktak, ez az amaz, ezzel ugye meg kell súlyozni, én nem vagyok túl nagy szaktekintély tőzsde ügybe, mert én azért elkerülöm. No de, ha ő gondolja, és van az a játszási pénze, tehát nem kenyére kellő pénze, akkor tegye be a tőzsdére, és csücsülje rajta, semmit ne csináljon. Ha bukik a tőzsde, már lejtmenetben van, és már bőven az ára annak a részvénynek lejjebb, amit az övé volt, akkor kezdje el venni. Ahogy esik az ára, kezdje el venni, mégpedig azért, mert akkor ugye az össz ár, amiért vette azt az össz paketnyi részvényét, az ugye lejjebb fog csökkenni, és a kiszállási pontja, tehát a nulla pontja lejjebb fog esni. Remélem érthető, ahogy mondtam, hanem akkor nyilván majd kifejtem nektek, ha kell, akkor ugye privátba, ha kell, akkor ugye videóba. Ugyanez igaz nagyjából a coinokra is, bár ott a megválasztásuk, ami nagyon fontos, ugye ezt szokta a mentorom Kőházi Csaba elmagyarázni, hogy miért kell egy-egy coin mellett lerakni esetleg a voksot, vagy miért egy-egy coin mellett kell lerakni a voksot. Aztán a ingatlanoknál szintén ugyanez van. Ha jól választod meg a stratégiádat, akkor gyakorlatilag nem tudsz rossz üzletet csinálni, tehát fogod és mész előre a stratégiád mentén, amit ugye előre kialakítasz, és a legtöbb ellenszél, vagy legalábbis ami probléma jöhet veled szembe, arra mindenre már megvan a megoldásod, hiszen előre gondolkodsz ennyit. Ha bármi kis újdonság jön, egy új adófajta, vagy valami, nem tudsz mit csinálni, beleépíted az árba, vagy kikerülöd. Már nem az adót, hanem mit tudom én, lesz egy bevezetés ideje, és te már előtte kisebb bukóval esetleg kiszállsz, mert te tudod, hogy augusztus 1-től vezetik be a luxusadót, az 50 négyzetméter fölött ingatlanokra, és neked 51 négyzetméter, akkor augusztus 1-ig nagyon gyorsan eladod. Nem azon gondolkodsz, hogy hát most megéri, nem éri, puff, már holnap piacon van, abban az állapotában, ahol van, nyilván megtalálod a vevőjét, vagy azt, aki hajlandó kockáztatni érte, hogy augusztus 1 után mondjuk luxusadót fizessen rá. Nem tippet kívántam adni adó megíró emberkéknek, nem jut eszembe a szakkifejezés, tehát honatjáinak nem tippet kívántam adni ezzel, félreértés ne essék, csak ez jutott hirtelen eszembe. No, hát a mai videóban ezt szerettem volna megosztani veletek, és a legfontosabb, bármi kérdéssel fordultok hozzám, mi a ti stratégiátok. Tehát ez már előre is legyen tiszta. Ha nem tiszta, úgyis rá fogok kérdezni, és ha látom, hogy nincs, akkor igazából nem tudok további tanácsokat adni. Ha lesz, fogok tudni adni, higgyétek el. Megtörtént az elmúlt
X évenben most már jó néhány emberrel, ha látom, hogy van pontos stratégia, és nem csak egy tippet akarsz tőlem, akkor tudok segíteni. Tippel is tudok segíteni, csak az neked nem a te gondolkodásod, nem a te tudásodnak a szintjére fogja tudni beilleszteni. Tehát azt, amit én tudok, avval én tudok kooperálni. Amit viszont a te tudás szinteden van, abban csak te tudsz. Illetve hát igazán nyilván, aki még alattad van, az a szint tud. No hát köszönöm, hogy velem voltatok, remélem értettetek, hogy itt a végén nem degradálni szerettem volna, hanem azt, hogy én csak a saját szintemig tudok, illetve amit látok, fölfele szint adni tudok tanácsokat adni, és ha pontosan tudom, hogy ti mit akartok, akkor pontosan rátok illesztve is tudok. Szóval köszönöm, ha velem voltál, ha megnézted, tetszett, akkor kérek nyom egy lájkot, nem vagy feliratkozva a csatornámra, ugye akkor a kis csengettyű, ha pedig a hírlevelemre, akkor www.szucstamas.hu, és akkor alul ugye ki kell tölteni a kis boxot. Köszönöm még egyszer, hogy velem voltál, szia!